Folyamatosan drágul az üzemanyaga a világban, ez az emelkedés pedig érinti Szerbiát is. Annak jártunk utána, hogy a sofőrök milyen véleménnyel vannak a téma kapcsán. Az utóbbi hónapokban valamennyivel többet kell fizetni az üzemanyagért. A múlt hét óta például átlagosan 1 dinárral drágult valamennyi üzemanyagfajta Szerbiában. Szolda József sofőrként dolgozik, pénteken kulára utazott Szabadkára. Így is már minden tönkre van téve az üzemanyag drágulással, mivel az embereknek a fizetése nem nyúl annyira, ahogy nyúl az üzemanyag, és szerintem Szerbia az egyik legdrágább az üzemanyagokkal Európában. A taxisofőrök is megérzik a mostani áremelkedést. Znači da sve ostalo poskupljuje, a cene prevoza javnog bilo čega drugog ne poskupljuje, znači ostaju stare cene. I već nisu poskupele. Po zadnjih 10 godina ja mislim da su jednom samo dizali cene. A tavalyi év folyamán egyébként lényegesen kevesebbet kellett fizetni az üzemanyagért a világban, akkor alacsony volt a kereslet is a járvány miatt, és olcsó volt a kőolaj világpiaci ára is. A mostani drágulás mögött a világpiaci ár mellett a jövedéki adó emelése húzódik meg. A törvény szerint a kormány a kiskereskedelmi árak alakulásától függően évente alakíthat az említett adón. Idén februárban jelent meg egyébként a jövedéki adó új kiigazítása. A jövedéki adó egy összeg, amit az üzemanyag literjére kell fizetni az államnak, az tavaly 57,10 dinár volt, az idén 57,84 dinárra emelkedett 74 parával. A jövedéki adóról szóló törvény szerint a kormány a kiskereskedelmi árak alakulásától függően évente korrigálhatja a jövedéki adót. A közgazdász hozzátette, Szerbiában az üzemanyag literenkénti terhelése 51-58% között mozog, ám ettől nagyobb százalékos terhelés jellemző a volt kelet-európai országokban, Szlovéniát, Horvátországot, Csehországot és Szlovákiát is beleértve.